Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Magyarországon a civil élet virágzik, a kormány jelentősen támogatja a civil szervezeteket. Hollik István, a Fidesz-KDNP pártszövetség szóvivője beszélt a heti TV Pirkada című műsorában. Az interjú során a politikus a különböző hírekre reagált. Mint kétgyermekes apa, nagyon jó hírnek gondolja Hollik István, hogy Magyarországon az elmúlt két évben jelentősen csökkent az abortuszok száma. A terhesség megszakítással kapcsolatban megjegyeztem, meg lehet fontolni, hogy jobban legyenek tájékoztatva azok a nők, akik ezt az utat választják, azért, hogy mégse hajtsák végre az abortuszt. A kormány eddig is, ezután is, főleg most a családok évében mindent megtesz annak érdekében, hogy aki akar, az tudjon is gyereket vállalni. Ez a családokra, de azokra is kiterjed, akik valamiért gondolkodnak az abortuszon. Szerencsére létezik családsegítő szolgálat, több lelki segélyszolgálat is, sőt arra is van lehetőség, hogy a megszületett gyermeket örökbe adhatják. Az állami önkormányzati intézmények mellett vannak egyházi szervezetek is, amelyek kifejezetten az ilyen emberekkel foglalkoznak, azaz megvannak azok a civil, egyházi, állami szervek, amelyek azon vannak, ha egy egészséges gyermek meg akar születni, az meg is születhessen. Hollik István beszélt a fogyatékosokkal foglalkozó szervezetekről, mint elmondta, biztosan nagyobb támogatásban fognak részesülni jövőre. Hozzátéve, szerencsére Magyarországon a civil élet virágzik, a kormány jelentősen támogatja a civil szervezeteket, jövőre közel 200 milliárd forinttal. Ebben persze azok is szerepelnek, akik valamilyen állami feladatot vállalnak át. Ezek a szervezetek jelentős feladatokat vállalnak, ennek megfelelően jelentős forrásokat is kapnak. Hollik István kérdésre értékelte Orbán Viktor és Matteo Salvini olasz belügyminiszter találkozóját. Véleménye szerint ez azért volt történelmi jelentőségű megbeszélést, mert már nem csak a V4-es országok mondhatják ki, hogy csak akkor van lehetőség Európa megvédésére, ha határok meg vannak védve, a migráció nem alapjog, a gazdasági bevándorlók nem jöhetnek be, hanem most már csatlakozott hozzájuk Olaszország is. Magyarország minden segítséget megad az olaszoknak ahhoz, hogy bebizonyítsák, meg lehet védeni akár a tengeri határokat is. Belföldi híreink. A kormány folyamatosan növeli a családok anyagi támogatását, így évről évre kevesebb terhet jelent a tanévkezdés, mondta Novák Katalin. Közölte, a szeptemberi családtámogatásokat évek óta előrehozottan elutalják augusztus végén. Az esedékes támogatások a héten érkeztek meg az 1,2 millió érintetthez, mondta hozzátéve, a több gyereket nevelő családokban ez akár a 100 ezer forintot is elérheti. Az államtitkár elmondta azt is, hogy az 1-től 9. osztályig ingyenes a tankönyvellátás, ami több 10 000 forintos megtakarítást jelent, mint egy 1 millió diák családjának. Fölmondta önkéntes túlmunkaszerződését a Honvéd Kórház 112 anesteziológus és traumatológus szakorvosa. Az érintettek így reagáltak arra, hogy a kórház menedzsmentje júniusban megvonta az önkéntes túlmunkáért adható juttatást. Ettől kezdve viszont a korábbi heti 60 óra helyett 48 órát dolgoznak, ami miatt több tervezett műtétet is halasztani kell, növelve ezzel a várólistákat az intézményben. Külfölddel folytatjuk. Heiko Maas külügyminiszter közölte, hogy Nagy-Britannia kiválása az Európai Unióból nem járhat különleges előnyökkel London számára. Heiko Maas azt követően nyilatkozott, hogy tanácskozott Michael Barnier-val, az Európai Unió Brexit ügyi megbízottjával, aki reményét fejezte ki, hogy októberben, de legkésőbb novemberben már közzétehetik azt a megállapodást, amely alapján Nagy-Britannia március végén hivatalosan is kilép az EU-ból. Heiko Maas közölte, szó sem lehet arról, hogy kiválása után Nagy-Britannia továbbra is élvezze az uniós tagsággal járó előnyöket. A külügyminiszter azonban utalt arra, hogy London a jövőben is a jelenlegi feltételek mellett férhet hozzá az EU belső piacaihoz, ha Norvégiához hasonlóan átveszi az Európai Unió rendelkezéseit, hozzájárul az uniós költségvetéshez, és továbbra is szavatolja az uniós polgárok szabad munkavállalását és letelepedését. Üdvözölte az egyiptomi olasz kétoldalú kapcsolatok normalizálódását Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnök, aki Kairóban fogadta Luigi Di Maio olasz miniszterelnök helyettest. A két ország kapcsolata azután romlott meg, hogy Giulio Regeni olasz hallgatót tisztázatlan körülmények között meggyilkolták az észak-afrikai országban. Sisi biztosította Di Maiót, ahogy Matteo Salvini olasz belügyminisztert is júliusban, hogy megtalálja és bíróság elé állítja a 2016-ban Kairóban meggyilkolt olasz hallgató gyilkosait. A jelenlegi egyiptomi hatalomra nézve kényes témában kutató Regeni a Hosni Mubarak volt elnök megbuktatásának 5. évfordulóján 2016. január 25-én tűnt el. Megkínzott, félig fedetlen holttestét egy autópálya menti árokba hajítva találták meg 9 nappal később.
Donald Trump amerikai elnök a konzervatívok és republikánusok elhallgattatásával vádolta meg olyan amerikai technológiai óriás cégeket, mint a Facebook, a Google tulajdonló Alphabet és a Twittert. Az amerikai államfő azt mondta, szerinte nagyon komoly problémáról van szó, mert ezek a cégek valójában megpróbálják elhallgattatni az Egyesült Államok lakosságának nagyon nagy részét, akik viszont ezt nem akarják. Ez nem helyes, ez nem tisztességes. Lehet, hogy nem is legális, de majd meglátjuk. Csak tisztességet akarunk, mondta Trump. A 2016-os elnökválasztási folyamatba történt feltételezett Oroszországnak tulajdonított beavatkozás nyomán a szóban forgó vállalatok, főként a Facebook, ígéretet tettek arra, hogy gátat szabnak az álhírek terjedésének az általuk üzemeltetett szolgáltatásokon és internetes oldalakon. A közelgő Csendes-óceáni Fórum csúcs találkozójának alkalmából az Amnesty International és 80 másik nem kormányzati szervezet felszólította a FIB tagállamait, gyakoroljanak nyomást Ausztráliára annak érdekében, hogy bezárja Nauru és Manus szigeteken lévő menekülttáborait. A Csendes-óceáni államok vezetői szeptember 3-a és 6-a között tartanak találkozót Nauru szigetén, nem messze attól a Canberra által fenntartott tábortól, amelyet jogvédők Ausztrália Guantanamójának neveznek. Ausztrália 2012 óta a Pápua Új-Guineához tartozó Manus szigetén és Naurun helyezte el azokat a menedékkérőket, akik a tengeren átérkeztek. Avi Gabay, az ellenzéki cionista unió képviselője nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy az Egyesült Lista több képviselője ENSZ tisztviselőkkel találkozott, hogy megvitassák Izrael elmarasztalását a nemzetállami törvény elfogadása miatt. Nem hiszem, hogy ez árulás. Ez az a fajta radikalizáció, ami nem szolgál semmit, mondta Gabay egy interjúban a Rádió 101.5 FM-ben. Ellenzem izraeli állampolgárok államellenes tevékenységeit külföldön. Ezeknek a vitáknak Izraelben kéne lezajlaniuk. Az árulás jogi következményekkel jár, nem hiszem, hogy itt árulásról van szó. Árulásnak minősül, amikor államtitkokat mondasz el, és olyan dolgokat teszel, amelyek közvetlenül ártanak az országnak. Én ezt nem tekintem árulásnak, tette hozzá. Tiszteletben tartva azt a tényt, hogy néhány Knesset tag az ENSZ-ben beszélgetett valakikkel, akik esetleg elítélhetik Izraelt, ez engem nem hat meg. A Hadassot TV korábbi riportja szerint az Egyesült Lista több képviselője ENSZ tisztviselőkkel találkozott, a palesztin hatóság képviselőre, Riad Mansour és más magasrangú PH tisztviselők mellett egy Izrael ellenes határozat előmozdítása érdekében. És most gazdaság. Ma vizsgálja Magyarország államadósság besorolását a Fitch Ratings idén már másodszor. A londoni pénzügyi elemzői közösségen belül van olyan vélemény, hogy ezúttal mutatkozik esély a magyar szuverén besorolás javítására a nemzetközi hitelminősítő részéről. A Fitch 2018-ra összeállított menetrendjében Magyarország először március 9-én szerepelt, és pénteken kerül ismét sorra. A cég a kialakult gyakorlatnak megfelelően várhatóan péntek éjjel az európai és az amerikai piaci zárások után jelenti be döntését Londonban. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén összesen 6, egyenként 2-2 időpontot tűzött ki a magyar államadós besorolások vizsgálatára, de az eddigi 4 időpontban egyikük sem jelentett be módosításokat. Legutóbb augusztus 17-én a Standard & Poor's megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság kötelezettségeinek BBB- per A3 szintű befektetési ajánlású besorolását változatlan pozitív kilátással. Végül időjárás jelentés. Ma egy gyenge hidegfront hatására főként a Dunántúlon és északon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok a megnövekvő gomoly felhőkből. Keleten marad szárazabb, naposabb az idő. Nem lesz jelentős a légmozgás, inkább csak zivatar környezetében támadhat fel a szél. Nyugaton, északnyugaton 25-27, máshol 28-32 fokra készülhetünk. Ma a nyugati határ közelében érvényesülhet gyenge hidegfronti hatás, ami a fokozottan frontérzékenyek körében okozhat fejfájást, görcsös és ízületi panaszokat.
hat. Máshol a gyorsan melegedő idő és a hajnali és délutáni órák közötti nagy hőingadozás terhelheti meg szervezetünket. Főként az időseknél, valamint a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknél jelentkezhetnek keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszullét. Emellett migrén, fáradékonyság, bágyadtság is felléphet a melegre érzékenyeknél. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!